színészi pályája során többször volt színpadi balesete Cserna Antalnak, amelyek csodával határos módon eddig mindig szerencsésen végződtek. A színész ma ünnepli 54. születésnapját, amely azért is fontos neki, mert az 54. év számára a számvetésről szól. Jó reggelt kívánok, Cserna Antal! Jó reggelt kívánok! Számvetés milyen szempontból? Hát számvetés minden szempontból, hiszen ez az év a 9-es, számisztikailag, tehát egy időszakot lezárunk ilyenkor, és kezdődik egy új. Tehát tulajdonképpen az elmúlt 54 évvel számot kell vetni ilyenkor. Nagyon spirituális vagy egyébként? Tehát, hogy mindenféle szempontból? Azt nem tudom, hogy nagyon-e, de így gondolkodom, illetve hát megpróbálom a felelősséget felvenni azért, amit teszek, amiben vagyok, és a balesetekből is tulajdonképpen ez volt a legfontosabb tanulság, főleg még volt egy 96-os balesetem még a Víg Színházban. Hogy azok valamire figyelmeztetnek? Hogy ezekből tanulni kell, mert hogy minden baleset arról szól, hogy az ember nem tudja kezelni vagy a benne lévő feszültségeket, vagy a környezete és közte kialakult feszültségeket, vagy már lehet, hogy nem ott lenne az ember helye, ahol az a dolog megtörténik, már régen el kellett volna onnan menni. Tehát gyakorlatilag arra tanít minden, hogy az ember egy kicsit gondolkodjon el azon, hogy valóban jelen van-e az életében, vagy azon a helyen van-e, ahol neki kell, ott tart-e, ahol kell. És most egy nagyon nagy ajándék ez nekem, hogy én most éppen egy ilyen szerepet játszom Pécsen az Ádám Almáy című előadásban, ahol Iván a pap maximálisan jelen van. Tehát maximálisan a jelenben van, és őt nem érdekli az, hogy emberek honnan jöttek, hanem hogy hová tartanak. Meglátja az emberekbe az isteni lényeget, úgymond, meglátja azt a jót, amit még ők maguk sem gondolnak magukról, és el is juttatja őket odáig, hogy jelen legyenek az életükbe, hogy megtalálják a boldogságot, a derűt, és tulajdonképpen valahol nekünk is ez a dolgunk, hogy egy belső derűvel tudjuk szemlélni a világot, és a hivatásunkat is így tudjuk működtetni. Egyszer a Kálai Feri bácsitól kérdezték egy riportba, hogy mi a legfontosabb színészi eszköz. És azt mondta a Feri bácsi, hogy a derű, a kedély. És én akkor ezt még 20 évesen nem értettem pontosan, tehát arra gondoltam, hogy persze, hogy az ember úgy kedvel menjen be játszani, és tegyen meg maximálisan mindent azért, hogy megvalósuljon az előadás, vagy az információ halmaz, ugye, amit lehozunk föntről, meg megír az író, meg a próbák folyamán összerakunk valami fajta közlési szándékkal. De aztán később rájöttem, hogy nem, hanem ez egy felelősség, hogy az ember úgy élje az életét, hogy az úgymond rossz dolgokból is tanuljon. Egyébként az előadásban is benne van, a pécsi előadásban. Jobb könyvében ugye egy idézet, hogy ha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is. És én azt gondolom, hogyha az ember a rosszat nem úgy értékeli, hogy rossz, hanem egy olyan dolog, ami bejött az életembe váratlan, meg kell oldanom egy feladatot ezen kívül, és abból a feladatból nekem tanulnom kell, akkor az ember úgy tudja élni az életét, hogy tulajdonképpen bármi, ami előtte van, azt kíváncsisággal tudja szemlélni. Tehát azokat a dolgokat is, amik esetleg nehézségek, mert tudom, hogy abból tanulni fogok, és tudom, hogy az is az én javamra fog válni. Érdekes, hogy itt csöndbe hallgatjuk, nem hát Antitani, tök jó, jól beszélsz, nagyon. Milyen, de a nehézségekre visszatérve, mik voltak neked a legnagyobb tanító nehézségeid az életben, hogyha lehet ilyet összeszedni? Hát a balesetek azok mindig. Aztán volt, amikor csak 3/4 év múlva jöttem rá, hogy mi volt az értelme. Bocsánat, szabad itt közösszük, hogy nekem is volt egy balesetem, és akkor én is annak kezeltem ezt. A baleset nagysága az függ a figyelmeztetés nagyságától? Tehát ezek a balesetek, amik a te életedben voltak, ezek meg milyen balesetek voltak, milyen mértékű balesetek voltak? Hát volt olyan, hogy én már voltam kívül magamon, tehát én voltam már egy kicsit a túlsó oldalon, és ezek mindig egy élethelyzetre hívták fel a figyelmemet, hogy én egy bizonyos élethelyzetben nem vettem észre, hogy amit mondtam az előbb, hogy nekem már nem ott kellett volna lennem. Tehát voltak olyanok, amik az én figyelmetlenségemből fakadtak, de voltak, amik
úgy az én figyelmetlenségemből, hogy nekem már el kellett volna jönnöm mondjuk abból a közegből. Ja, Istenem! Nagyon köszönjük! Ezek a borzasztó helyzetek itt a televízióban, igen, amikor... Köszönöm szépen! Le kell zárnunk egy beszélgetést. Nagyon aranyosak vagy. Én meg köszönöm anyukámnak, apukámnak, és köszönjük szépen, hogy itt voltál. Boldog születésnapot kívánunk. Köszönöm szépen nektek is, minden jókat!